A Vajdasági Magyar Szövetségnek az előző mandátumban 5 államtitkára volt. A mostani kormánykoalíciós tárgyalások után Pásztor István, a VMS elnöke, nem árulta el, hogy most a 4 parlamenti képviselői helyett a kormányban hány államtitkári poszttal erősítik. A megbeszélésen azonban 4 fontos minisztérium került szóba. Azok a területek, amelyek minket érdekelnek, az elsősorban az infrastruktúra fejlesztés, az egészségügy, az oktatás, tudományos élet, illetve a mezőgazdaság kérdése. Emellett pedig azt is elmondtuk, hogy szeretnénk szerephez jutni, részt vállalni a különböző nagy közvállalatok irányításában, mert azt gondoljuk, hogy például az utak vonatkozásában és egyéb más kérdések tekintetében ez a szerepvállalás fontos ahhoz, hogy az ügyeinket intézni tudjuk. A VMS egy kormánykoalíciós szerződés tervezetet mutatott be a találkozón, amely a vajdasági magyarság számára kiemelkedő területekkel foglalkozik. Nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy legyen egy koalíciós megállapodásunk, nem a papír miatt, hanem a célok miatt, amik a papírban benne vannak, illetve amiatt, hogy az egyfajta támasztékot, egyfajta argumentumot jelent abban a pillanatban, amikor a különböző törvényekről fogunk beszélni az egész mandátum ide alatt, mert a koalíciós megállapodás ilyen jellegű tartalmakat fog magában foglalni, emellett pedig azokat az infrastruktúrális fejlesztéseket, azokat a mezőgazdasággal kapcsolatos dolgokat, a turizmussal, a közbiztonsággal kapcsolatos dolgokat, amik azt gondolom, hogy a mindennapi élet szempontjából a vajdasági magyar közösség minden egyes tagja számára fontosak. A szerdai megbeszéléseken a VMS után a 2 bosnyák, a szlovák és VMS-szel frakciót képező albán demokratikus cselekvés pártja vett részt. Az albán párt 26 évnyi ellenzéki politizálás után ezúttal szeretne a kormány pozícióba kerülni.